A Kaposvári Egyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szervezte a 2 éves képzést, melyen ezúttal 10 az egyházmegyéből érkező házaspár vett részt és szerzett diplomát. A Családakadémia jelmondata: erős családok, erős gyerekek a megújuló Magyarországért, melyhez hűen a házaspárok a család és a hit kapcsolatáról, a gyermeknevelésről és számos a családi élet nehézségeit és szépségeit is bemutató témákról szerezhettek ismereteket. Amikor egy ilyen képzésre mentünk, vagy bármilyen lelki gyakorlatrakból, mindig pozitívan jöttünk ki, és hogy a házasságunk megerősödött, úgyhogy igazából ez volt a mozgatórugója annak, hogy jelentkeztünk, és hogy részt vettünk ezen a képzésen. A társadat vagy a hibát látod nagynak. Újratervezés Istennel, a szeretet lépcsőfokai, krízisek a házasságban, a krízisekben Isten, csak néhány téma a végzős párok záró előadásaiból. A képzésre mindegyikük hittel, nyitottsággal és bizalommal jelentkezett. Hát nagyon sok mindent kaptunk, megerősödött a házasságunk, érezzük, hogy a nehéz helyzeteket könnyebben tudjuk együtt átvészelni, és hát ezt szeretnénk továbbadni családoknak, és hát a környezetünkben elsősorban, ahol élünk, ott a plébánián szolgálni ezzel. A hálaadó és diplomaosztó szentmisén Varga László megyés püspök köszöntötte a végzős házaspárokat, majd szentbeszédében az atyával való szeretett kapcsolat fontosságára mutatott rá. Ha függünk önként szabadon szeretetből a mennyei atyától, és egyre szorosabbra vonjuk ezt a függést, és ezt meg kell tenni házaspárként is, de külön is, férként és feleségként is. Nem cserélhető le egyik a másikkal. Külön-külön is függnötök kell a mennyei atyától, mert előbb lettetek az ő gyermekei, fiai és leányai, mint házastársak. És együtt is meg kell tanulni függni Isten akaratától és Istentől. Számomra ez az engedelmesség, ez a függés, és ez a szabadság titka. Minél szorosabban függök Istentől, annál szabadabb vagyok mindentől. A házaspárok bemutatkozása és a diplomák átadása után a 10 házaspár köszönetnyilvánításai következtek, majd az ünnepi együttlétet közös agapé zárta.